És megyünk is tovább, mert hogy egy új online turizmussal foglalkozó magazin fog indulni, két hetente jelentkezik majd a tervek szerint, és a Travel Expert szerkesztőjével, Darai Nagy Judittal és az arcával ennek az új kezdeményezésnek is Ernő Zsolttal fogunk beszélgetni. Jó reggelt, köszönjük, hogy eljöttetek. Jó reggelt. Szerintem már mindenki arra vár, hogy utazhassunk, és hogy minél több információnk legyen az utazásról, de pont ez a legneccesebb téma, mert hogy nagyon nehéz akár csak hetekre is előre jósolni, úgyhogy nagy fába vágjátok most a fejszéteket, és azt ígéritek, hogy biztos információk lesznek, honnan, kiktől. Igen, ez nagyon fontos egyébként említeni, hogy pont ebben a helyzetben ez nagyon hiánypótló kezdeményezés, mert arra törekszünk, hogy itt meghívott szakértőkkel olyan hiteles, objektív és nagyon fontos, hogy naprakész információkkal szolgáljunk a leendő utasok számára, ami valamilyen szinten egy iránytű lehet ebben az egész változó világban, mert hát ahogy látjuk, szinte naponta változnak a szigorítások a be- és kiutazást illetően, és ez most egy olyan platform, ahol valóban hiteles információkhoz juthatnak a leendő utasok, és nyugodt szívvel utazhatnak el, hogy tényleg ez egy álomutazás legyen, ne pedig egy rémálom adott esetben. És nagyon fontos tudni, hogy ezt az egész műsort, ezt gyakorló, sikeres utazási irodákat vezető emberek hozták létre. Tehát mi eleve a szakmában dolgozunk, és naprakész információnk van, hiszen egész nap a nemzetközi és a hazai híreket nézzük, a légitársasági kapcsolataink miatt is azt gondolom, hogy a leghitelesebben tudjuk a műsort szerkeszteni, és az utazó közönség számára elérhetővé tenni. A műsornak a bemutatkozásán ugye az olvasható, hogy ez egy két hetente jelentkező magazinműsor lesz, egy órás időtartammal, amely igényes, színes, nyilván itt nem arról van szó, hogy színes-színes. Is. Hanem, hogy gondolom az, hogy változat. Igen, mert lehetne fekete-fehér is. Tartalmas, hasznos. Na, de komolyra fordítva a szót, hogy Emilia se nyilván véletlenül kérdezte ezt, amit kérdezted elsőként, hogy mi lesz itt az első pár adásban, mert mi minden fog szerepelni, mert tényleg ez most egy vékony jég. Igen, nagyon fontos, hogy az első adásban egészen tüzetesen kitérünk a biztosításoknak a létjogosultságára, és eleve az, hogy most egyáltalán mire vonatkozik és mire nem vonatkozik egy biztosítás, mert szerintem nagyon bizalmatlanok most az emberek, nagyon nehezen mernek tervezni, és másrészt meg nagyon nehezen merik befizetni az utazásukat, és most a szakértőkkel kitérünk arra, hogy pontosan mire is vonatkozik, milyen utasbiztosítások vannak, és hogy ténylegesen biztosítsák a nézőket és a leendő utasokat arról, hogy van megoldás utazni, lehet, csak megvannak ennek a körülményei és a megfelelő platformot meg kell találni ahhoz, hogy az ember nyugodt szívvel tudjon befizetni akár egy utazást. Külföld, belföld ugyanúgy terítékre kerül. Így van, így van. Tervezzük azt is. Természetesen a biztosítótársaságok eléggé átalakították a saját termékpalettájukat, pontosan a COVID miatt. A második blokkban pedig, ha már így erre rátérhetnénk, a hazai nagy utazás szervezőket fogjuk meghívni. Azt látjuk egyébként, hogy még soha nem volt ennyire könnyű foglalni, mint most. Nagyon sok utazásszervező 0 forintos előleg befizetésével elérhetővé teszi a foglalást. És szerintem nagyon, nagyon bátran lehet most foglalni, nincs benne rizikó. Egyrészt a biztosítótársaságokkal való új együttműködés, másrészt pedig a túroperátoroknak a foglalási mechanizmusa miatt. Milyen szezon előtt áll a világ, Magyarország? Mit láttok, mit tapasztaltok? Folyamatosan figyeljük ugye a prognózisokat, és nagyon sok elemzést olvasok naponta. Éppen most jött ki egy egészen friss elemzés, ami szintén egy robbanásszerű előre nyomulást fog prognosztizálni. Én azt gondolom, hogy az emberek annyira vissza voltak szorulva ebben az elmúlt egy évben, és annyira vágynak arra, hogy újra szeretett helyeikre ellátogassanak, hogy mi úgy látjuk az érdeklődésekből is, hogy egy hatalmas robbanásszerű utazás lesz. Tehát én inkább az optimista verziót várom. Én megmondom őszintén, hogy én már foglaltam utazást nyárra. Lehet, hogy nagyon-nagyon naív voltam, biztosítással minden. De a legnagyobb dilemmám az a vakcina kérdés. És nyilván ezzel is majd fogtok foglalkozni. Mit lehet most mondani? Vakcina igazolvány, ki mit fogad el, mivel, hogyan lehet majd utazni? Mi az, ami biztos? A Nemzetközi Légi Utazási Szövetség, a IATA már kifejlesztett egy Travel Pass-t, ami majd egy ilyen, mégis ez egy applikáció. Most tesztelik, éppen Szingapurban tesztelik ezt már a második fázisban. Nyilván majd ezt át fogják venni a légitársaságok. Egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy már
több légitársaság saját travel pass-t is fejlesztett. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdeke a szakmának is, meg az utazóközönségnek, a kormányoknak is, hogy ezt egy közös konszenzusra juttassák, tehát mindenképpen legyen valamilyen kompromisszum, hogy amit mindenki elfogad majd. Mondom, ez még egy tesztelési fázisban van, de biztos vagyok benne, hogy a szezon elejére ezt egy közös platformra fogják helyezni, amit mindannyian elfogadnak. Hogy ne legyen káosz a reptereken majd. Igen. Amúgy egyébként egy olyan típusú műsorról beszélünk, ahol egy kicsit a nézők is irányíthatják, vagy formálhatják a műsornak a készítését? Formálni olyan szinten igen, hogy nyilván nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan műsort, olyan tartalmat gyártsunk, ami őket érdekli. Tehát őket szolgáljuk, hogy az ő kérdéseikre adjunk válaszokat, és ebben szeretnénk arra buzdítani majd a nézőinket, hogy élőben tegyék fel a kérdéseiket. A munkatársak ott lesznek folyamatosan a gép előtt, és megpróbálnak minél több kérdésre válaszolni. És itt nagyon fontos az, hogy szakértői választ fognak kapni, tehát nem légből kapott választ, hanem hiteles és szakértői válaszokat. És arra is szeretnénk őket ösztönözni, hogy adásról adásra egyre több kérdés érkezzen, hiszen akkor tudunk mi is olyan adást szerkeszteni, ami számukra érdekes. Mikor lesz az első, és hol elérhető? Holnap, szerdán, igen. Holnap 10 órakor délelőtt lesz az első adásunk, rákeresnek arra, hogy Travel Expert, és be fog jönni élőbe. Szóval nagyon szeretnénk, hogy ez a műsor ez egy igazi bizalomépítő, bizalom erősítő lenne így a szakma és az utazóközönség között, hogy tényleg aktuális, a legfontosabb kérdésekre megkapják a választ, és tényleg interaktívak vagyunk, hogy bátran írjanak, cseteljenek velünk. És te vagy ugye ennek a műsornak az arca, tehát téged fogunk majd látni. Így van. Egyrészt az arca, másrészt meg betöltöm a laikus néző szerepét is, mert valóban én, szakmailag én vagyok a legtávolabb ettől az egésztől, viszont én ennek az élvezője vagyok, mert szeretek utazni. Így van. Igen. Viszont hát most nem tudom a jövőben majd mennyit fogsz tudni utazni, hogyha elkezdődik a színházi világ. Nézd, egészen biztosan lesznek belső információi majd ezzel kapcsolódni, úgyhogy tudunk majd erről beszélni. Milyen lehetőségek vannak majd, igen. Köszönjük szépen, sok sikert! Köszönjük. Köszönjük szépen!